az elnökség nem lenne teljes elnök nélkül, bár mindenki ismeri, de az új elnök, Papp Oszkár. Ezúttal sem maradhatott el a már hagyományos evezős évzáró, amit idén is a hotel konferenciában rendeztek meg. Volt is mit ünnepelni, hiszen remekül sikerült a győri vízi Spartabusz Evezős Klub idei szezonja. A klub sportolói kiemelkedően teljesítettek a hazai és nemzetközi porondon, emellett pedig idén is ők lettek az év legjobb evezős klubja. Hagyományokhoz hűen kihirdették az év legjobbjait, és minden eredményt egyesével ünnepeltek meg a szparisok. Ismét eljött az idő, amikor értékelnünk kell az évet. Nagyon boldog vagyok, hiszen a Győri vízi Spartabusz Evezős Klub lett az év evezős klubja az országban az idén. Ezt köszönhetjük annak, hogy 19 bajnoki aranyérmet szereztek a sportolóink, amely sportolók most itt meg fogják kapni méltó jutalmukat. Nagyon szép nemzetközi eredmények is születtek. Ezek közül, ha szabad kiemelnem, az úgynevezett második vonal ifjúsági világbajnokságán elért aranyérmét a győri ifjúsági férfi négyesnek. Ez talán a legnagyobb nemzetközi sikerünk. A jó hangulat ezúttal sem maradt el, sportolók, edzőik, egykori kiválóságok, és természetesen a klub támogatói sem maradtak otthon. Emellett köszöntötték az újonnan megválasztott elnökséget, élén a korábbi klubigazgató Papp Oszkárral, aki a jövőben az elnöki pozíciót tölti be. Én eddig klubigazgató voltam, most a tagság úgy döntött, hogy vállaljam ezt a szerepet. Ennek az új elnökségnek és az új elnöki pozíciónak hosszú távú tervei, hosszú távú munkája nincsen, de rövid távon annál fontosabb feladata van, hiszen a feladat az, hogy a győri atlétikai klubba való beolvadást ez az elnökség folyamatosan véghez vigye. A klub hivatalos csatlakozása januártól történhet meg. Ahogy az új elnök fogalmazott, így zárják ezt az évet, és az újat már ott szeretnék megkezdeni. A gyac részéről szeretettel fogadnak minket, tette hozzá Papp Oszkár, és ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy a gyac elnökek Lemmen Tibor is ott volt az évvégi evezős ünnepségen.